Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A stratégiai blokkban vagyunk, és a előttem szólók is gyakorlatilag azokat a stratégiai irányokat határozták meg, majd előbb-utóbb szerintem valami prezentációt is fogok itt kapni, hogy lássam. A stratégiai blokkban gyakorlatilag államtitkár úr beszélt arról, hogy milyen stratégia mentén épülnek fel a finanszírozási források az ő vonatkozásában. Főigazgató úr beszélt arról, hogy gyakorlatilag a beszerzések tekintetében milyen keretrendszer, milyen rendszerek, milyen fejlesztések fogják szolgálni a jövő lehetőségeit. És adjunktus úr is beszélt arról, hogy valójában ebben a világban, amelyben haladunk, valójában mi mindent kell tennünk annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk haladni. Ugye egy rendszerintegrátornak a szerepe nyilván magából a szóból is adódik, hogy a stratégiája az, hogy valamilyen módon integrálja ezeket a lehetőségeket, de mielőtt még elindulna a tekintetbe, nagyon fontos, hogy értse azt, hogy valójában milyen irányba haladunk. Mi a magunk részéről azt... Persze nyomogatom a gombot, de nem megy, majd hát, ha itt ez technikailag megoldódik, hogy tudjam léptetni is. Na szóval, tehát gyakorlatilag melyik irányba haladunk? Mi ezt a világot, amelyet nevezhetünk néha digitalizációnak, nevezünk Smart City-nek, IoT-nak, sok minden másnak, valójában mi egy picit magasabb szintre próbáltuk megemelni, és azt mondtuk, hogy valójában amerre haladunk, ez a Smart Universe, vagy az az okos univerzum, amelyik gyakorlatilag jellemezni fogja a jövőnket. És egy picit jobban elkezdünk ezen gondolkodni, akkor valójában egy picit rájövünk arra, hogy egy kicsit ez az okos univerzum, ez gyakorlatilag jellemzi már a mánkat is. És mi megpróbáljuk a helyünket, léptet még tovább, se tudok, na nem baj, akkor megpróbálom fejből lenyomni, amit szerettem volna elmondani. Tehát gyakorlatilag ebbe az okos univerzumba kapcsolódunk egymáshoz. És miért fontos az, hogy az okos univerzumba kapcsolódunk egymáshoz? Azért, mert meggyőződésem és hitem szerint meg fognak változni a szállítói, és meg fognak változni a megrendelői szerepek. Tehát összességében kapcsolódnunk kell egymáshoz, és ez nem azt jelenti, mint amikor jön egy valaki a alapvetően egy kicsit ilyen telkós múlttal rendelkező világba, és a kapcsolódás. A kapcsolódás itt nem csak pusztán a kommunikációt jelenti. Itt a kapcsolódás a sebességet jelenti. A kapcsolódás egymásnak a megértését jelenti. Ebben a vonatkozásban, és akkor megpróbálok még egyet léptetni, tehát gyakorlatilag akár a közlekedésbe, akár gyakorlatilag az iparba, akár a bankszektorba, de akár az agráriumba, vagy az egészségügybe is kapcsolódnunk kell egymáshoz. Nekem volt lehetőségem Finnországban meglátogatni néhány céget egy évvel ezelőtt, és egy nagyon komoly ilyen játékfejlesztő céghez mentünk el, és most nem sokat bonyolódnék bele, egy dolog volt félelmetes. Tehát nem olyan, hogy hűha, hanem félelmetes. Gyakorlatilag ők az új játékuknak a piacra dobásával 4,1 milliárd dollárnyi árbevételt valósítottak meg. Az árbevételük 68%-át az első 24 órába érték el. Az árbevételük 95%-át az első 72 órában realizálták. Tehát itt már az, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, az, hogy haladjunk előre, az gyakorlatilag nem egy opció. Nem egy opció, hanem valójában megrendelőnek, szállítónak, és gyakorlatilag azoknak, akik a szolgáltatásainkat, a mi szolgáltatásainkat, vagy akár a megrendelőink szolgáltatásait igénybe veszik, valójában sokkal jobban kell értenie egymást, sokkal jobban kell kapcsolódnia egymáshoz. Hadd mondjak el még egy sztorit, mert amikor erről a smart világról beszélünk, akkor általában véve, ugye smart világ, jövő, gyakorlatilag arról szoktunk beszélni, hogy itt nekünk meg kell felelnünk a fiatalok elvárásainak. A fiatalokat kell valójában helyzetbe hoznunk, és ki kell szolgálnunk. És azt gondolom, hogy igen, őket is ki kell szolgálnunk.
És azt gondolom, hogy az idősebb generációra is figyelnünk kell, mert a társadalom egészére kell valamilyen módon választ adnunk. Volt egy lehetőségem egyetemen előadni, szenior egyetemnek hívják, és egy lehetőségem szenior egyetemen előadni, és ott hihetetlen, hogy mekkora érdeklődés követte az előadásunkat, nem azért, mert olyan fantasztikus volt a beharangozó, hogy élet a digitális dzsungelbe, de összességében volt lehetőségem ott előadni, és tényleg félelmetes dolgokról beszéltünk, ugye feltettük azt, hogy akkor a informatikai biztonság szempontjából elég az alapoknál kellett elkezdeni, hogy ki Skype-ol otthon, unokájával kezek fenn, kinek 1, 2, 3, 4, 5, 6 a jelszava, kezek fenn. Tehát ugye ezek olyan dolgok, amivel nekünk van dolgunk, de a legfontosabb az volt, amikor, és úgy éreztem, hogy akkor tényleg ott vagyunk, ahol lennünk kell, amikor mentünk ki, és három hölgy, akik részt vettek a Szénon Egyetemen, egymásba kapaszkodva hagyták el a termet, és mondták, hogy ezek nagyon jók voltak, pörögtek, jól mondták, mondtak mindenféle jó példákat, csak azt tudnám, hogy mit jelent az, hogy wifi. És akkor a másik néni így megállt, megfogta, és azt mondta, na azt konkrétan tudom, az a műhold és a kütyű közötti kapcsolat. Tehát van dolgunk a smart világban, egy olyan világ jön el, amelyik hihetetlenül gyors, hihetetlenül hatékony, hihetetlenül felpörgeti azt az igényt, amely arról szól, hogy egymással beszélnünk kell, egymással kapcsolatban kell lennünk. És ez még egyszer mondtam, nem csak szükségszerűen a különböző technológiák tekintetében valósul meg. T-Systems Magyarország vonatkozásában mi több projektbe, több megvalósításba is részt veszünk. Az egyik ilyen szerepvállalásunk gyakorlatilag az zalaegerszegi önvezető autókhoz kapcsolódó tesztpálya. Ebben a tekintetben, mint egy gyakorlati megvalósítás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon előremutató történet, és az előremutató jellege az abban is megvalósul, hogy itt mind innováció, mind integráció, mind pedig megvalósítás szerepel, és ebben a vonatkozásban a tesztpálya és a tesztpályához kapcsolódó környezet ténylegesen egy olyan milliót, egy olyan ökoszisztémát mutat be, ahol gyakorlatilag az innováció szempontjából meg fog valósulni elsőként nem csak Magyarországon, hanem a régióban az 5G hálózat, tehát pilotba kiépítjük az 5G hálózatot, amelyre sok-sok szakember mondja, és ezt én magam is vallom, hogy az 5G az nem úgy van, hogy 4G plusz 1. Technológiai szempontból az 5G, az körülbelül, hogyha technológiailag kellene valahogy megmérnem ezt a kérdést, akkor azt kellene mondanom, hogy az 5G az körülbelül a 11G-nek felel meg. Tehát a 4G-hez képest a 11G-nek felel meg gyakorlatilag az 5G. Ebben a kontextusban nyilvánvalóan nagyon sok olyan innovatív ötlet, nagyon sok olyan innovatív gondolat jelenik meg, amely magához a tesztpályához kapcsolódik, a tesztpályán végzendő feladatokhoz kapcsolódik, és nem véletlenül van a rajzon egy picit kimutat a kör, a tesztpálya mellett megvalósuló Smart City-hez kapcsolódik, amely Smart City tekintetében akár olyan jellegű fejlesztéseink is lesznek, mint a Smart Parking, amely úgynevezett Narrowband IoT technológia mentén fog megvalósulni, és ezeket kell összeintegrálni, mert képzeljük csak el csak egy másodpercre, hogy hány szenzor van az autóban? A kommunikáció, amikor az autó kommunikál önmagával, kommunikál a környezetével, és kommunikál a központtal, és valójában ezt mind majdnem real-time módon kell, hogy megtegye, annak érdekében, hogy akár olyan morális döntéseket is meg tudjon hozni vezetés közben, amely morális döntések mondjuk, hogy akkor most fékezek, vagy gyorsítok, vagy jobbra rántom a kormányt, vagy balra rántom a kormányt. Nyilvánvalóan, hogy ez úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon-nagyon távoli jövő, de el kell mondjam, hogy akár az önvezető autók vonatkozásában, akár adjunktusúr által említett egyébként IoT világban, amikor bemegyünk, és egyébként ezeknek az adatoknak a feldolgozása szempontjából viharos léptekkel halad a világ, és viharos léptekkel haladunk mi is annak érdekében, hogy haladjunk előre. Természetesen a magunk részéről borzasztóan fontosnak tartjuk, hogy az ipar 4.0 kezdeményezéshez, az e-mobilitáshoz hogyan kapcsolódjunk, hogyan tudjuk akár a nagyvállalatok, akár a kormányzat szempontjából különböző innovatív ötletekkel szolgálni, segíteni azt, hogy Magyarország és a mi környezetünk haladni tudjon ebben a történetben, és azt hiszem, hogy államtitkár úr mondotta volt, hogy azért a nap végén mindannyiunknak egy picit
feladata, kötelessége és bizonyos szempontból küldetése is, hogy a környezetünkben lévő világnak az életminőségén javítsunk, és valójában ebben a vonatkozásban haladjunk előre. Én is megpróbálom a időt tartani. Ugye a következő, amiről szeretnék beszélni, nyilvánvalóan a digitális jólét program. A digitális jólét program vonatkozásába akár a oktatásba, akár a közlekedésbe, akár a digitális állam, ugye főigazgató úr is elmondta, azok a lépések, amelyek a közbeszerzés vonatkozásban történnek, ez mind-mind abba az irányba halad, hogy a digitális állam hogyan valósul meg, akár az ipar tekintetébe, akár az agrárium vonatkozásába, és amikor az agráriumról beszélek, akkor egyébként a számomra nem csak agrárium, hanem agrár és vidékfejlesztés. Nagyon fontos, hogy az agrárium tekintetében, ugye az agrár és vidékfejlesztés ez összekapcsolódik. A két téma, az nem nagyon megy egyik a másik a nélkül. A vidéken élők esélyegyenlőségének javítása szerény meggyőződésem szerint az alapvetően pont a digitalizáció révén érhető el. Pont azáltal érhető el, hogy ők ugyanolyan módon tudják a szolgáltatásokat igénybe venni, és nem csak a szolgáltatásokat igénybe venni, hanem az árukat értékesíteni, vagy más módon e tekintetbe összeállni. Ezekben milyen megoldások vannak, ebben nagyon sokat dolgoztunk olyan jellegű megoldások megvalósításába, amely közhiteles módon tudja összekapcsolni az input és az output szállítókat, össze tudja kapcsolni ezeket a dolgokat. Ezek mind-mind olyan innovatív ötletek, meg pont az agrár és vidékfejlesztés tekintetében jelennek meg, vagy például az, hogy a drón as a service, tehát a drón típusú megoldások, azok hogyan tudnak megjelenni az agráriumban, és hát nyilvánvalóan, hogy ebben a tekintetben a digitális egészségügy, az egészségügynek a fejlesztése, államtitkár úr által említett EST, az egészségügyi egységes egészségügyi szolgáltatási tér, és mindaz, amit ez hoz. Nyilvánvalóan ez egy tényleg a maga nemében ez az okos világ egy kicsit dzsungelszerűen is hat, de mégis azt gondolom, hogy a mi feladatunk, hogy ebbe valamilyen módon irányt mutassunk, és azokat a félelmeket leküzdjük, és amelyek esetleg ennek kapcsán jelentkeznek, és abba az irányba vigyük ezt a világot, amely hazánknak is, vagy akár az Európai Uniónak és Európán belül is, vagy a régión belül is valamilyen módon mégiscsak kivezet bennünket. És ebben a vonatkozásban szeretném megmutatni azt, hogy a Deutsche Telekom által, és nyilvánvalóan, hogy maga a Smart Universe az egy stratégiai téma gyakorlatilag az egész csoport számára. Nem kis időt, nem kis energiát tettünk abba bele, hogy ezzel kapcsolatos tevékenységünket, eredményeinket be tudjuk mutatni az anyacégünknek, és az anyacégünk többi vállalatának. Ezek tényleg kiemelkedőek voltak, tényleg kimagaslóak voltak, és ezzel meg is született az a döntés, hogy gyakorlatilag a Deutsche Telekom Magyarországra, ezen belül a T-Systems Magyarországnak fogja odaadni azt a lehetőséget, hogy a európai szinten minden olyan típusú megoldás, amely az okos univerzumba visz majd bennünket, gyakorlatilag az Magyarországról valósuljon meg az egész Deutsche Telekom szintjén. Tehát mi vagyunk azok innen, akik minden smart típusú megoldást, legyen szó smart parkingról, legyen szó narrowband IoT-ról, legyen szó városirányítási rendszerről, legyen szó e-healthről, gyakorlatilag innen fogjuk kiszolgálni a Deutsche Telekomot, innen fogjuk kiszolgálni mindazokat az igényeket, amelyek nem csak Magyarország, nem csak a régió, hanem Európa szintjén is megvalósulnak, és reményeink szerint egy picit hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy ezáltal és a lehetőségek által Európát Magyarországra hozzuk, és innen szolgáljunk ki minden ilyen típusú kezdeményezést. Ez a mi stratégiánk, ez a mi víziunk, erre haladunk gyakorlatilag, és hisszük, hogy ez az, ami a cégünket is, és a környezetünket is sikerre fogja vinni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.